A Kárpátai Magyar Turisztikai Tanácson belül természetesen a borászatnak is helye van, a borászoknak. Van borászati bizottságunk, melynek az elnöke Jakab Sándor, beregszászi borász. Hála Istennek Kárpátalján a borászat az évre fejlődik, a borászaink évről jobb borokat készítenek, és a hozzánk érkező csoportok többségének már kínáljuk a helyi borokat, tudjuk kínálni, tehát mind borkóstolóknak a keretein belül, mind pedig a vendégfogadók asztalán megkóstolhatják a kárpátai borokat. Ennek a konferenciának szerintem a legnagyobb értéke, hogy a kárpátaljai borászok, borászegyesületek és magyarországi borászok, borászegyesületek vehetik fel a kapcsolatot, mert a kárpátai borászoknak természetesen nagy szüksége van a szakmai támogatásra, ahhoz, hogy minőségi borokat tudjunk előállítani, ahhoz a magyarországi tapasztalatokat át kell vennünk. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács az idén 10 gasztrofesztiválnak a szervezésébe kapcsolódott be. Ebből még 3 fesztivál van hátra, az egyik a Nagyberegi Csipkebogyó Fesztivál, a Muzsai Gasztrofesztivál, illetve az Adventi Vásár. Természetesen mind a 3 rendezvényen ott lesznek a kárpátai borászok is, és találkozni lehet ott a helyi borokkal. Természetesen ezekre a rendezvényekre is visszük a kárpátai borainkat. Igaz, a mennyiség az korlátozott, mert ugye a határon való mozgatása ezeknek nehézkes, de kóstolóba természetesen visszük, illetve visszük a helyi borászoknak a szóróanyagait, hogy aki a borászat iránt érdeklődik, illetve a kárpátai borok iránt, az, hogyha Kárpátaljár jön, akkor tudja azt, hogy hol lehet ezeket megkóstolni, illetve hol lehet ezt megvásárolni. Én úgy gondolom, a nagy üzemi borászat mellett a kárpátai borászok igen nagy fejlődésen mentek keresztül, tehát igen színvonalas borkóstoló helyeket alakítottak ki, az Agenda programnak köszönhetően tudták fejleszteni a technológiát, gépeket tudtak vásárolni, különböző olyan eszközöket vásároltak, amely a bor előállítása, nem csak a szőlő termesztéshez, hanem bor előállításához szükségesek, és ezzel a minőségen tudtak javítani, és reméljük azt, hogy a termelés mennyiségén is fognak tudni javítani, amint sikerült több földterületet beültetniük szőlővel.